Szép estét kívánok, kedves nézőink! Mint ahogy megszokták csütörtökön, ebben az időpontban a hatos csatorna Hírérték című műsorát látják, és remélem, hogy ezúttal is mind a hír és mind az érték minőségének megfelelünk. Abban a gazdasági világban, amelyben élünk, marketing és menedzsment szemlélet a felsőoktatásban, azaz az állásbőrze címszó alatt minőséget szeretnénk ma is adni önöknek aktuális képviselőivel ennek a témának. Jól tudjuk, hogy a felsőoktatásban az ott tanuló fiatalok előbb-utóbb kikerülnek a munkaerőpiacra, és a két intervallum között egy nagyon szép jelenség, de most már nem önmagában, mint egy elméleti jelenség, hanem közel most már 20. esztendeje, egy diákszervezet alakult, amely meglehetősen a gazdasági életre fókuszálva, igenis önmagán belül is képzéseket szervez, sőt nemzetközi szinten is megállja a helyét. Most a tavasszal, ahogy a diákszervezetek az állásbőrzéket szervezik az egyetemen, országunkban először az Óbudai Egyetem diákszervezetei szervezték és vezették le az állásbőrzét február 13-a és 14-e között. Nagyon nemes ez a feladat, hisz ők maguk próbálják felderíteni, és a legtöbb esetben eredménnyel is azokat a cégeket, vállalatokat, vállalkozókat, több nyelven beszélve is, amely tanult szakmájuknak megfelel. Tisztelettel köszöntöm az Óbudai Egyetem, illetve a Műegyetemnek hallgatóit, Juhász Gábor urat, aki a Jászte Hungary Magyar Mérnök Hallgatók Egyesülete Bánki Donát Helyi Bizottság nemzetközi szakmai gyakorlatcsere programért felelős elnök helyettese. Tisztelettel köszöntöm Pongrácz Bálint urat, aki szintén a Jászte Hungary Magyar Mérnök Hallgatók Egyesületének általános elnök helyettese. Kedves nézőink, ezek a címek nem azért jelentkeztek így, mert túldimenzionálják a feladatot, még felsorolásában is kevés, mindaz a munkának az értékelése, amelyet ezek a fiatalok végeznek önmagukért, a szakmájukért, az egyetem képviseletéért és a magyar mérnök tudásának megőrzéséért. Bálint kedves, már is szeretném önt kérdezni, egy picit röviden vezesse be, hogy ennek az egyesületnek, amelynek ön az elnök helyettese, milyen gyakorlati területei vannak, a felelősség hogyan oszlik meg, egyáltalán a diákszervezeten belül és az egyesületen belül milyen feladatok és eredmények övezik az ön munkáját. Parancsoljon! Köszöntöm a kedves nézőket! Maga az egyesület azt tűzte ki célul immáron már 30 éve, hogy a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók oktatását segítse, egészítse ki gyakorlati tapasztalatokkal, és a mi munkánk az azt hivatott szolgálni, hogy olyan programokat, lehetőségeket teremtsünk, ami a hallgatók számára értéket teremt, és az oktatást kiegészíti. Ennek megfelelően minden programunkat megfelelő szervezéssel, marketing tevékenységgel és menedzsmenttel kell ellássuk. Ennek minden területnek magában az egyesületben is megvan a kis háttér, szervezete, háttér csapata, egy teljesen szerteágazó kis rendszerünk, belső infrastruktúránk van. Az én feladatom ebből az egészből ez annyi, hogy más diákszervezetekkel tartsam a kapcsolatot, az új lehetőségeket becsatornázzam az egyesületbe, illetve belül egyfajta tudásbázisként élő tapasztalatként segítsem a friss és már régebbi tagokat is az adott problémák megoldásában, vagy az általunk kitűzött minőség elérésében. Nagyon szép volt ez a fogalom, amit én legalábbis így értékelek, hogy értékeket kívánnak képviselni, közvetíteni, és a maguk erejéből, dönten a maguk erejéből dominánsabbá tenni, kezelhetőbbé. Ez nagyon fontos, különösen a mai világban, amikor szó szerint élethalál harc folyik a munkaterületekért, a helyekért, önök pedig olyan vállalkozásokat, vállalatokkal való fúziót tudnak kialakítani, ami feltételezi, hogy egymást jól ismerik bent az egyetemen. És hát nekem különösen kedves, hogy itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Óbudai Egyetem jeles fiataljai ilyen szinten találkoznak és segítik egymás munkáját, tehát egy kicsit az értékről, konkrétabban. Szervezünk különféle egynapos előadásoktól, egészen konferenciákig, állásbőrzét, mérnökversenyt,
a célunk elérése érdekében egy nemzetközi szakmai gyakorlatcsere programot futtattunk, melynek Igen. keretében külföldre segítünk hallgatókat szakmai gyakorlatot, fizetett szakmai gyakorlatot szerezni, illetve külföldi hallgatókat hozunk Magyarországra, és az itteni hallgatókat hozzuk velük össze, kultúrákat próbálunk megismertetni velük. Tehát abszolút széles skálán igyekszünk mindenféle lehetőséget nyújtani a hallgatóknak itthon. Akkor ezek szerint, amit önök és amiket önök létrehoznak a diák szervezeten belül is, például a szakmai kollégium, tudományos alapokra épülő kollégium, ez mindezt ötvözi is, és ezen belül még inkább megismerik mind a meghívott előadókat, akár kortársaiakat, és egyáltalán ugye meghívott cégek képviselőit. Így van, így van. Nagyon jó, hogy már gyakorlatilag az egyetemi éveink alatt képesek vagyunk olyan kapcsolatokat kiépíteni bizonyos cégek képviselőivel, ami később már az elhelyezkedés kapcsán is segítséget nyújt. Olyan tapasztalatokat szerezhetnek akár tagjaink, akár a velünk kapcsolatban álló hallgatók, ami később őket nagyban elősegíti mindenféle állás és karrier terveik megvalósításában, persze. Köszönöm szépen. Juhász úr, most zajlott le, tényleg nagyon rövid idő múlt el az állásbőrze megszervezése közben, amit az Óbudai Egyetemen megtettek. Nagyon sok tapasztalat húzódott meg, nagyon sok előzetes munka jelentette, hogy ennyire széleskörűen, nagyon precízen megszervezve, és nagyon sok olyan céggel is találkozva történt ez a gyönyörű szép állásbőrze eredménye is, amely cégekkel már hosszabb ideje kapcsolatban állnak. Néhány eredményről beszéljen, egyáltalán a bőrzén tapasztaltakról, hisz volt felkészítő napok az állásbőrzére, itt mit történt, remélem a nézők majd néhány képben meglátják ezt a kulturált környezetet, ahol ez az egész lezajlott, és milyen egyéni sikereket is tud itt felsorakoztatni, ez fontos, parancsoljon. Én is köszöntöm a nézőket. Az idei évben, ugye, amit talán is mondta, február közepén került megrendezésre az állásbőrzénk. Ezt egy körülbelül egy fél éves kemény munka az oldalunkról eredményezte. Mi minden évben próbálunk újítani a állásbőrze kapcsán, ugye nekünk mi egy diákszervezet vagyunk. Nagyon fontos diákszervezet. Igen. Mi egy diákszervezet vagyunk, ezért tagságunk évről évre fluktuál. Ennek következtében tényleg új ötleteink vannak, új célokat tűzünk ki magunk elé, és az idei évre az év első állásbőrzéjét szerettük volna megrendezni, és ez talán is mondta, ez sikerült. Az ország van a legelső állásbőrzé, a tavaszi állásbőrzét illetően, ez egy nagy eredmény, nagyon-nagyon örvendek. Egyéni sikeremet tekintve az állásbőrzé kapcsán főleg a felkészítő napokat tudnám kiemelni. Ezt én meg az egyik kollégám szerveztük. Ennek a lényege az lenne, hogy a diákságot felkészítsük arra, ami esetleg egy állásinterjú vár őket, vagy esetleg kint az állásbőrzén is. Igen. De rengeteg kollégám is dolgozik ebben, és pár embert annyira megfeszített munkában dolgozik, hogy rengeteget fejlődik ez közben. Nézze, Gábor, azért önök tanulnak is menet közben, úgyhogy megy az állásbőrze is, mennek az órák, az oktatások, ugyanakkor ebben az intervallumban önmagukat ki kell vonnuk, ugye egy ilyen szervezett oktatási keretből, anélkül, hogy itt az utána gondolkodás és a pótlás az ott van, viszont nagyon szerteágazó tanárokkal, cégek képviselőivel beszélni, váratlan helyzeteket túlélni, illetve megoldani, ez az utóbbi ugye fontos, és egyáltalán időnként a stresszesebb hallgatókat segíteni abban, hogy bátrabbak legyenek, megoldani olyan területeket, ami az infrastruktúra elosztását is jelenti, melyik stand hogy álljon, kivel beszéljen. De ahogy így megfigyelőként is végigment ezen az állásbőrzei napokon, hogyan ítélte meg, mennyire viselkednek bátran, közvetlenül a fiatalok, a cégek milyen tisztelettel fogadják a fiataloknak az érdeklődését, és valóban kezelhető egy időbeni visszajelzés, amikor nagyisten egy szakmai önéletrajzot át is adtak.
Értem. Hát a diákok felől azt tudnám mondani, hogy szerintem kicsikét még bátortalanok, bár szakmai tudásuk meg lenne hozzá, és ezt a visszajelzést kapjuk a cégek felől is. A cégek nagyon barátságosak, és invitálni szeretnék a diákokat ugye hozzájuk. Általában kötetlen beszélgetés szokott a céggel lenni, és a diák egy idő után feloldódik ebben a beszélgetésben. A feloldódás szakaszát illetően ott az állásbőrzén belül érezte azt a felszabadult örömet, hogy utána olyan cégekhez is oda ment egy-egy társa, kollégája, ahova nem is szándékozott, a jó volt kipróbálni, ismét magát, olyan jó kérdezni, és jó érezni azt, hogy ezek a úgynevezett erőviszonyok egy ilyen szakmai üzleti tárgyalás folyamán, mert azért ez egy kicsit az is, a kezükbe került. Igen, ezt lehet náluk érezni. Általában az első egy-kettő olyan standa nehéz, ahol oda megy a diák. Én is részt próbáltam rajta venni, mint egy szervezésen kívül, mint egy egyszerű hallgató az állásbőrzén. Én is körbejártam a standokat, beszélgettem a cégekkel, és én is tudom tanúsítani azt, hogy az első egy-két stand az, ami a vízválasztó, és a diák feloldódik. Hát ez nagyon-nagyon kedves, amikor olyan örömmel tölt el, hogy igenis egy szakmáját szerető fiatal, még időben, amikor még relatíve védve van az oktatás égisze alatt, azt mondja, igenis megmutatom, meg akarom próbálni, hogy én is mire vagyok képes, mit tudok még adni, mit tudok kihozni magamból. Szeretnék rákérdezni arra, hogy az egyetem történetében ez most hányadik állásbőrze volt, ahol ön is közreműködött, Málint, ön is bekapcsolódott ebben a folyamatban? Hát az én személyemben én már második éve veszek részt, de ez már a sokadik állásbőrzénk, és 99 óta tartjuk meg az állásbőrzéket. Nem tudom, hogy Bálint az már hanyadik állásbőrzén volt ezt. Nekem már az ötödik volt, tehát én elég régóta az egyesületben tevékenykedem. Jó egyébként látni azt, hogy amit az előbb is Gábor is mondott, hogy a diákok egyre jobban feloldódnak, és én azt gondolom, hogy a cégek is egyre jobban abba az irányba próbálják elmozdítani ezt az állásbőrze hangulatot, hogy egy kötetlen beszélgetésre kerülhessen sor az állásbőrze keretein belül, és ne pedig egy ilyen állásinterjú szagú beszélgetés legyen. És ön hogy éli meg a felkészítő napoknak azt a légkörét, amikor van módjuk arra, hogy korrigáljanak, nem csak megfeleljenek, vagy a megfelelés érzetét továbbítsák egymásnak, hanem valóban eredményekről van szó. Hogyan élt ezt meg? Most már ugye ötödik alkalom azért, egy egyetemi oktatásban maga már egy diplomaszerzés felé vezető út, majd hogy nem, egy stabil, örömteli, de mégsem utolsó állomása. Sajnos azért öt alkalommal nem vettem részt felkészítő napokon, de az állásbőrzében igen? Így van. Na, akkor arról. Én egyre jobban élem meg, vagy nem is tudom, hogy ezt így lehet mondani, sokkal könnyebben tudok kapcsolatot teremteni egy-egy céggel, vagy most már tényleg nem okoz. Én azt gondolom, az első két-három stand sem akkora nagy nehézség nekem, mint a legelején volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyakorlat teszi a mestert itt is, tehát a minél több próbálkozás, minél több kapcsolatfelvétel van az ember hátra mögött, annál rugalmasabban, annál könnyebben képes kapcsolatteremtésre. Én is így érzem, az elmúlt mondjuk úgy, hogy már lassacskán két évben, én is rengeteget fejlődtem mondjuk úgy az egyesület égisze alatt. Úgy az állásbőrzeten megerőzi ez a tipikusan ez a fél éves cég megkeresés és akár tárgyalásokra járás. Észrevettem magamon azt, hogy sokkal könnyebben és sokkal bátrabban állok hozzá bizonyos dolgokhoz, mióta ebben kipróbáltam magam. Az előfordult így ebben az irányban, mert szakmai életében, hogy ugyanahoz a céghez visszatért, ismételt meghívással egy újabb állásbőrzére, akikkel már kapcsolatba került, és ugyanazzal a személlyel vagy szakmai felelőssel tárgyalt, mint korábbi évben, vagy ott is folyamatosan változó partnerekkel tárgyalt? Ez is talán tetszik mondani, ez változó. Mivel én főképp az állásbőrzében általában a második felében, ennek a félének második felében szoktam bekapcsolódni, de az első felében én egy másik programért felelek, és ennek a program kapcsán is több cégekkel kapcsolatot teremtenem, és ott az figyelhető meg, hogy évről évre ugyanazok az emberekkel találkozom. Akkor el lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag egy ilyen feladatkör,
a kinti munkaterület és a benti egyetemi világ között egy olyan kohéziót is tud teremteni, hogy majdhogynem azonos partnerekkel lehet tárgyalni, és egymáson is lemérhetik azt, hogy igenis szimpatikus, mert eddig is megfelelt az elvárásoknak, oda-vissza, mindenféle formában korrekt volt az eljárás egy intézkedés oldaláról. Ez tényleg bátorítást is jelentő tényezés, nagyon fontos. A kapcsolat építés területén mennyire érezték azt, hogy egyre önállóbban tudnak eljárni, egyre dominánsabban tudnak eljárni, magyarul visszatérek, a tárgyalási erőviszonyok az önök kezébe kerültek át. Ez nagyon fontos. Én azzal egészítem ki a Gábor mondandóját az előzőekben, hogy egy idő után már nem csak tárgyalásról beszélünk, hanem a céges kapcsolattartókkal igazából baráti viszony is ki tud alakulni, és az állásbőrzén, mikor találkozunk, akkor már nem csak arról beszélünk, hogy most hogy tetszik a bőrze, milyen a lebonyolítása, hanem arról is, hogy telt az elmúlt fél éve, milyen a munkahelye, milyen új kihívások elé néz. Tehát egy idő után én azt gondolom, hogy ez átalakul egy kicsit többé, és ez nagyon jó szerintem, és én ezeket nagyon szeretem, mikor a rendszeres partnereinkhez oda tudunk menni, és tényleg úgy beszélgetni, hogy régen láttuk egymást, és nagyon mind a két fél örül a másiknak. Ez nagyon szép biztosítéka egy emberi szakmai tartásnak, a becsület, az egymás megbecsülésének, és azt, hogy gyakorlatilag már az a helyzet is előfordul, hogy önök tudnak javasolni egyre precízebben megtalált munkaerőt a saját hallgatóikból egy adott cég felé. És miután egymást korrektül megismerték, ezért el is fogadják az ajánlott leendő munkatársat. Úgyhogy ez egy nagyon gyönyörű dolog. Én azt hiszem, hogy ez talán a munkaerőpiacon egy nagyon új, humános, bármennyire egy ilyen piacon lehet beszélni, azért itt az ember értéke fog előtérben kerülni, és nem csak a létszám. És ez nagyon fontos, amikor a minőség lép egy mennyiségi szemlélet helyében. Most hány cég vett részt ezen az állásbőrzén? Sok cég vett részt, több mint 20-25. Azt, hogy meg kell említenem, hogy az állásbőrzénk az kétnapos, és egyik nap a Tavaszmezőben, másnap pedig a Bécsi úti telephelyünkön. Az új egyetemi terület. Igen, ott tartjuk meg az állásbőrzét, és ugye mivel a két telephelyen más és másfajta oktatás folyik, így azt lehet észrevenni, hogy ugye más és másfajta cégek képviseltetik magukat a két telephelyen, azonban észrevehető az, hogy vannak olyan partnereink, akik mind a két telephelyen megjelennek, és ugyanúgy diákokat keresnek. Gábor kedves, ha már telephelyekről beszélünk, azért említse meg a karokész szakoknak a néven nevezhetőségét a kedves nézőknek, mert a műszaki egyetemek a realitét tudományokat tanító és azt értékként piacra is ajánlott szakok karok között óriási a különbség olyan tekintetben, hogy a tárgyak megoszlása, a súlyponti kérdések azért itt nagyon kemény szakmai felelősség is jár. Nyilván a cégek emiatt fognak valamilyen módon tájékozódni, illetve súlypontilag elhelyeződni. Ezekről egy picit beszéljenek. Értem. Nálunk igazából tehát több karból állunk. Képviseltetik magunkat nálunk a villamosmérnökök, gépészmérnökök, mechatronikai mérnökök, műszaki menedzserek, és még lehetne tovább sorolni. Biztonságtechnikus, nagyon fontos. Igen. A cégeink többsége, akikkel felveszünk a kapcsolatot, igazából mindenhonnan szeretnének egy-egy diákot esetleg fogadni. Általában nem egy konkrét szakra próbálnak specializálni, hanem általában több diákot szeretnének bevonzani az egyetemünkről. Ugyan ezt a példát ön is tudja egy picikét mélyíteni, vagy szélesíteni, amit most Gábor elmondod Málint, hogy tapasztalta ön? Így van, az állásbőrzőn kívül szervezünk más szakmai programokat is, tehát maga az egyesület jelen van ugye a Műszaki Egyetemen, ahol lefedi az összes műszaki és természettudományi jellegű képzést, vagy az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen is, és ugye ez már teljesen széles skálán a matematikusoktól az építészekig mindenféle szakterületre rá hatással bír, és különböző programjainkkal mi is igyekszünk lefedni
különböző szakokat, tehát mondjuk konferenciákat szervezünk csak építőszhallgatóknak, vagy csak gépészhallgatóknak, mechatronikusoknak, ugye a Bánki Donát Helyi Bizottságon szimpóziumok vannak különböző szakoknak specifikusan. Ugyanakkor mérnökfutamot rendezünk idén, amivel próbáljuk külön azt elősegíteni, hogy vegyes csapatok jelentkezzenek, több egyetemről is, akár határon túli egyetemekről, és mindezzel próbáljuk elősegíteni nem csak azt, hogy a szakmailag előre haladjanak a diákok, hanem azt is, hogy egymással együtt dolgozva haladjanak előre. Önmagukon belül is a minőségre kényesek, és én jól tudom, amikor valaki egy diák szervezetbe felvételt nyer, azért kemény vizsgákat tudnak előállítani, hogy átszűrjék a legmegfelelőbbeket, hogy kikerülnek ezekben a szervezetekben, illetve hát a már létrejött speciális tudományképviselő diák csapatokban. Ez azért nagyon fontos. A siker élmény. Nem pejoratív értelemben szeretném kérdezni, mert ez nagyon fontos, inspiráló egy embernek. Önöket milyen szinten tudja még inkább az innováció felé, az emberi kapcsolatok továbbbővítés, a szakma tudásának igényessége felé irányítani, amikor önök lesznek azok, akik egy tanulmányi területen, egy témakört az alkotó embertől, tanártól, szervezettől még igényesebben kérnek. Önök adják a javaslatot, aminek meg kell felelni. Ilyen szituációkat hogyan élnek meg, mert ez azért siker. Nekem igazából egy kicsit másod inspirációt. Én azt szeretem látni, amikor a tagjaink létrehoznak valamit, és én őket tudom abba segíteni, hogy ők ezt létrehozzák, és megéljék azt, hogy ők ezt megalkották. Én igazából azt szeretem az egyesületben, és azért csinálom már nagyon sok éve, hogy azt láthassam, hogy mellettem jönnek, és akkor tényleg egy ilyen kis félénk visszahúzódó karakterből egy teljesen megnyíló szervező, azt mondom, az álláspiacon is abszolút versenyképes karakterré válnak, és akkor az ő sikereikben részt venni és segíteni őket abban, hogy ezeket a sikereket megéljék. Hát fejet hajtok az ilyen mentalitás előtt, mert igazából a másoknak a fejlődése adja önnek azt a sikerélményt, hogy egy picit ebben a részem volt. Ez egy nagyon szép nevelői magatartás, úgyhogy köszönöm szépen önnek. Gábor, hasonló módot él meg ön is, ahogy láttam, figyeltem a munkásságát, egymáshoz való viszonyát. A szerénység az, ami nagyon szépen dominált az ön magatartásában is. Köszönöm szépen. Én főleg inkább kihívásokat keresek, és ezért csatlakoztam elsősorban az egyesülethez. Azonban rájöttem, hogy nagyon szeretek csapatban is dolgozni, és jó egy olyan összeszokott gárdában esetleg együttműködni, vagy egy feladatot teljesíteni, amivel jól is érzem magam, mondjuk akár a programainkon kívül is. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan társaság, amivel minden lehetőségem megvan arra, hogy fejlődjek. Nagyon szépen köszönöm. Készültem egy kicsit az önök megtisztelő jelenlétére. Átnéztem, hogy mikor is indultak ezek az állásbőrzék, amiről beszélnek. 1990-ben indította az első állásbőrzét a Budapesti Műszaki, akkor még Budapesti Műszaki Egyetem, és ugyanebben az esztendőben követte a Közgazdaságtudományi Egyetem. 1993-ban csatlakozott a Szegedi József Attila Tudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, az ELTE Állam és Jogtudományi Kara, a Veszprémi Egyetem. 1994-ben indult meg egy újabb hullám, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Természettudományi Kara, a Pécsi János Pannonius Egyetem, és folyamatosan, hirtelen akkor még a Győri Főiskola, most már ugye a Győri Széchenyi István Egyetem, és innentől kezdve, kedves nézőink, az alkotó ifjúság a szemünk előtt nő egyre inkább szakmaorientáltan is, és ahogy önök láttak, emberorientáltan is, egyre markánsabb, és a mérnöki, műszaki, természettudományi szakmákat is érlelő felnőtt emberré. Nagyon tisztelettel köszönöm önöknek a jelenlétet, tisztelettel kívánok további sikeres munkát, nagy boldogság önöket itt látni, és különösen azt, hogy önök már nevelőkké léptek elő a szakmát illetően, és bennünket, tanárokat inspirálva, hogy mi sem szabad, hogy megálljunk az innovációk küszöbén innen, hanem igenis kutya kötelesség fejlődni. Gyönyörű ezt elmondani egy nemzet életében. Isten éltesse önöket. Viszontlátásra. Kedves nézőink, jövő héten találkozunk.